30 éves újpetrei német nemzetiségi hagyományőrző egyesület már az óvodában elkezdi a sváb kultúra megismertetését a gyerekekkel. Az egyesület keretében az ifjúsági fúvószenekaron kívül működik egy kézműves kör, valamint egy tánccsoport is. A jubileumi év nyitó rendezvényén a fúvósok adtak koncertet. Annyit gondolkodtunk, hogy hogy lenne jó, hogy lehet megvédeni az embereket, és hát ugye betartani a szabályokat, és úgy döntöttünk, hogy akkor lesz egy új évi koncert, természetesen betartva a mostani szabályokat. 30 évesek vagyunk, ez azt jelenti, hogy a tánccsoport, a zenekar és a kézműves körünk ből áll ez az egyesület, hagyományőrző, sváb, többnyire sváb hagyományokat, sváb eszközöket gyűjtünk, nagyon gyűjtünk egy tájházra, mert végre szeretnénk, hogyha már az is lenne, nekünk csak tájszobárig jutottunk el. Hát a tagságról mindenképpen el akarom ma mondani, hogy több százan voltunk már. A 30 év alatt még, hála Istennek, vannak nénik, bácsik, akikkel tudunk beszélgetni, de már sajnos egyre fogyóbban vannak, és a tábor, amit nyáron szoktunk tartani, a tábor alatt szoktuk őket meginterjúvolni. Úgyhogy a hanganyagaink és a például a receptfüzet, amit összegyűjtöttünk az eredeti sváb nyelven, ami itt újpetrei, ezekre nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És ennek kapcsán indultunk el, hogy nagyon nagy volumenű rendezvényt nem tarthatunk, de sok aprót próbálunk. És ez a sok apróval próbáljuk megünnepelni azt, hogy mégiscsak 30 éve van itt valami. Újpetre nem egy nagy lélekszámú település, hát körülbelül ezren vice versa, ezren vannak a faluban, és én azt gondolom, hogy nagy dolog, hogyha itt egy ilyen zenekar tudhatunk a magunkének, illetve egy tánccsoportot, ami természetesen állandóan változik, hiszen férhez mennek a gyerekek egyetemre, főiskolára, középiskolába, de azt gondolom, hogy még mindig létjogosultsága van ennek a tánccsoportnak is. Újpetrén dolgozunk, ez egy kis közösség, egy nagyon baráti, nagyon összetartó kis civil közösség. Kedvtelésből zenélünk, azt hiszem ez a legfontosabb, amit kell tudni. Most csak megkezdjük a 30 éves jubileumi évet egy koncerttel, majd lesz egy fontosabb jubileumi koncert. Most elsősorban német hagyományőrző zenével készültünk, de azért lesz sok minden más is, amit a közönség szerethet. A zeneiskolában dolgozunk, kolléganőmmel, Koch Ivettel, nagyon fontos őt megemlítenem, tehát nem egyedül csinálom a zenekart, van egy nagyon fontos munkatársam, az Ivett. Ketten képezzük a gyerekeket a zeneiskola berkein belül, persze jelentős lemorzsolódás is van, de minden évben fel tudjuk tölteni úgy a zenekart, hogy folyamatosan és zökkenőmentesen tudunk dolgozni. 3 éve vagyok már itt a zenekarban, és az egész zenélés azt egy ilyen 5-6 éve kezdtem el. Most ugye ott van még a sulim is, ami ugye az asztalos, és hát ez egy kicsit nehéz, de próbálom úgy az időmet rátenni arra, hogy a zenére is legyen időm. Igazából először is trombita volt, csak hát ugye némely hibák miatt muszáj volt átváltani tenorkődre, de igazából így tenorozni én nagyon szeretek, főleg sváb zenét. Az én családomban nem voltak svábok, de tehát nagyon érdekelnek az ilyen sváb zenék, meg az ilyen a sváb kultúrák, hagyományok, meg így minden érdekel. Az újpetrei német nemzetiségi hagyományőrző egyesület készülő falu múzeumához már gyűjti a tárgyakat, ruhákat, használati eszközöket.